Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem ezt a mai beszélgetést. Szabadságomat, felsőfokon lelki tarkalékaimat, lehetőségeimet élem meg az igényes költészetben, asztalomon, fotelomban, ágyam mellett mindig akad egy verses kötet, sokszor játszom azt, hogy találomra felütöm valamelyiket. Nos, ma mit kapok? Lám most épp egy külföldre szakadtám, ízig-vérig fehérvári költő Keszei István üzent nekem. A mindenség örök körtáncámban forogva lejtem táncom, lényem nem tartja semmi fogva, saját testem felett szágódok, mint a szél, tulajdon lépteimből is. Mindenkiből szívből kívánom a jóízű kutatást, mámor. És ezeket a gondolatokat Kubik Anna, Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, kiváló művész, aki maga is székesfehérvári gyökerekkel rendelkezik, írta egy előszóban, mégpedig a most megjelent Carmina Alba Regia Versorok országútján című kötetből. Én azt gondolom, hogy ez fantasztikus lesz, rövidesen majd önök is kézbe vehetik, vendégem pedig Bobori Zoltán, az ötletgazda, a Vörösmarty Társaság elnökeként, illetve költőként, íróként is jelen vagy, és szerkesztőként nem különben ebben a kötetben. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Én köszönöm. És hát kezdjük talán azzal, hiszen egy másik kötet is a kezedben van, Idestova emberöltönyi távolság választ el bennünket, és ez az előzmény. Igen. Most döbbentem meg, hogy ez a kis kötet, ez a verskönyv című kis kötet 1990-ben jelent meg, Szabadmedés háza akkori vezetője és ott dolgozó barátaim Tóth László nevét föltétlen meg kell említeni, akik támogattak abban, hogy ez a kis verskönyv megjelenjen, hiszen már azokban az években is sokat beszélgettünk arról, hogy a különböző vers és prózamondó versenyeken a fiatalok jó lenne, hogyha a kortárs magyar költészet verseihez, kortárs magyar költőkhöz fordulnának, amikor verset választanak. Hát nyilván valami hiányérzetünk már akkor is volt, hogyha eszembe juthatott, hogy egy ilyen szerény kis összeállítást készítünk kortárs magyar költők verseiből, és azok elemzését tartalmazok is kiadványban. Na most, hát ennek akkor óriási sikere volt, és azóta is azt tapasztalom, hogy forgatják. Tehát egy könyv nyilván akkor értékes, hogy minél többen olvassák, és minél többen forgatják. Hadd mondjam el, hogy fantasztikus élmény volt, nem sokkal ennek a megjelenése után Csóri Sándorral készítettek a televízióban egy interjút az otthonában, a könyves polca előtt, és hát legnagyobb megdöbbenésemre és örömömre ott láttam ezt a kis verskönyvet. Tehát nyilvánvaló, hogy a Csóri is értékelte és méltányolta. Na most, hát azóta valóban közel 3 évtized eltelt, és ez a kérdés továbbra is élő kérdés, mondhatnám azt is, hogy élő probléma, hogy a vers és prózamondó versenyeken a fiatalok nem az általunk kívánt mértékben fordulnak a kortárs magyar költészethez. Ugye ezt magunk is megtapasztaltuk, hiszen a versünnep döntője után vagyunk, elenyésző azok száma, akik kortárs költőt választanak. De hát ez leginkább annak köszönhető, hogy egyrészt ott van a veretes költők sora a múltból, a másik oldalról pedig azért a pedagógusok, tehát és a felkészítő mentorok is azért jobban szeretik az ismert neveket, bár azért Szabó T. Anna és egy-két Markó Béla, egy-két olyan költő az idén is felmerült, illetve mondtak olyan verseket, amelyeknek maiak a szerzői. Igen, Kubik Annával beszéltünk is róla, hogy azért talán nem volt hiába való minden esztendőben elmondani, hogy forduljanak bátran a fiatalok a kortárs magyar költészethez, és válasszák a kortárs magyar költők verseit. Én nekem mindig is hangoztatott szent meggyőződésem, hogy előadói szempontból, tehát egy versmondó számára is lehet találni olyan verseket, amikkel azt is mondtam mindig, hogy nyerő verseket lehet találni a kortárs magyar költészetben. Tudnék példákat mondani, rengeteget. De hogy csak a... Nekünk itt vagytok ti.
Hát a, na most hadd mondjam, hogy azért nem elsősorban ez volt a mi szándékunk, hanem például olyan hatalmas egyéniségeket és olyan hatalmas költészetet a magyar kortárs irodalomban, tehát nem csak és kizárólag élő költőkről van szó, mint Bella István, vagy hát tovább megyek a közeli múltba, Nagy László vagy Csóri Sándor. Hát nagyon elgondolkodtató volt számunkra és számomra az, hogy amikor néhány évtizeddel ezelőtt egy vers és prózamondó verseny elképzelhetetlen volt Nagy László nélkül, vagy Csóri nélkül, vagy Nagy Gáspár verse nélkül, Így és Gyula nélkül, ezek úgy szép lassan megritkultak ezek. Ma már nincs Utasi, Somjó, Csanádi, Imre, és így tovább. Szilágyi Domokos, és lehetne. Van. Viszont van nekünk ez a könyv. Ugye itt 22 név, irodalomtörténészek, költők, írók, középiskolai tanárok, irodalomtudományok képviselői, veretes név Soranyi Szent, 15 vers szerepel, és a Vörösmarty Társaság jeles tagjai természetesen, P. Maklári Éva, te magad, Pálfalvi András, Szegedi Kovács György, Elsimon László, Balajti Ferenc, Gál Csaba, László Zsolt, Sajtos Lajos, Hejter Tamás, azt hiszem, hogy ez egy remek névsor mindenképpen. Kezdjük talán azzal, hogy honnét jött a gondolat. Aztán majd fogunk verset is mondani, ígérem. Hát amit... Tehát ez volt az alap? Amit bevezetőben mondtam, tehát nyilvánvaló, hogy van ebben valami részrehajlás és lokálpatriotizmus, hogy az ember szeretné, és szeretnénk fölhívni a figyelmet a kortárs fehérvári költészetre. Én nekem meggyőződésem, és ez lehet, hogy elfogultság, és remélem, hogy nem az érintettségem beszél belőlem, de nekem meggyőződésem, és ezt azt hiszem, hogy te is tudod igazolni, hogy egy nagyszerű, nagyon érett, kiforrott költőgárda él most Fehérváron is itt a környékünkön. Igen, és ráadásul a stílusában is nagyon-nagyon mai, ugyanakkor más mégiscsak. Hát természetesen, igen, és hát olyan költőtársaim, akik szívesen fordulnak a költészet hagyományos értékeihez, a verselést illetően, vagy a formát illetően, de mégis modern költészet. Igen, hát itt vannak a nagy öregek, ha úgy tetszik, tehát a 70-esek, akik 72-hetnek immáron, tehát te magad, Balajti Feri, Pálfalvi András, Sajtos Lajos. Aztán ott van a középkorosztály, én mondom, 6 P. Maklári Évával, László Zsolttal fémjelezve, Szegedi Kovács Gyurival, és ott vannak a fiatalabbak, mondom én, Hejter Tamás, Gál Csaba, de azt hiszem, hogy egy remek névsor és nagyszerű válogatás. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy jöttek az elemzők, hiszen néhány ismert név itt feltűnik, de többségükben a székesfehérváriak számára nem ismerős, ami nem is baj, hiszen olyan új dolgokat mondanak el nekünk, és olyan új szemszögből világítanak rá egy-egy vers történetére, miben létére, gondolatsoraira, hogy az azt hiszem, hogy példátlan. Amikor én ezt az ötletemet elkezdtem megvalósítani, és elkezdtem a megvalósítását, akkor természetesen kellett készítenem egy válogatást, hogy milyen verseket lehet ajánlani a verselemzőknek. De amikor sokukkal beszéltem, és megkérdeztem tőlük, hogy részt vennének ebben, akkor ők maguk kérték, vagy ők maguk választottak verset. És azt hiszem, hogy ez volt a szerencsésebb dolog. Például Tari István Délvidékről, ő kifejezetten ragaszkodott a Balajti Ferencnek a verséhez, vagy a Penckó Feri János, aki Kárpátalján él, és egy nagyon számomra rendkívül kedves verselemzést tett közzé, illetve hát értékelte a versemet, vagy Sebők Melinda, aki P. Maklári Évának a verséhez ragaszkodott, de mondhatnám Ködöböc Gábort is, aki szintén a P. Maklári Éva versét választotta. Hejter Tamás verséhez pedig némi segítséggel jutott el
egy egyetemista fiatal irodalomtörténész, aki hát nyilvánvalóan a maga fiatalsága, felfogása, szemlélete miatt választotta Tamásnak a versét. Igen, hát kiváló vers és kiváló értékelés. Igen, hát itt csupa ismerős van egyébként, hiszen Zsebők Melindát említette, de Ferenczi Noémi, a Fehér Holló Diákszínpad, a Ciszteres és a versünnepre azt hiszem, hogy csodálatosan felkészítő tanárok egyike is. Aztán Péntek Imre maga, ugye József Attila díjas költőként visszafelé úton Fehérvár felé is vállalt, aztán Ködöböc Gáborra mondtad, de maga Lukácsi József is gondolt egyet, és ő is választott egy verset magának. És hát a többiek, a Tari Gábort mondtad, Nagy Kelemen, Gyenizse, Penszkófert szintén, azt hiszem, hogy ez megint csak egy remek névsor. No de, mennyire lett tematikus ennek tükrében, hogy mindenki maga választhatott verset ez a kötet? Ez a sokszínűség, ami a Vörösmarty Társaságot jellemzi, ez megjelenik ebben a kötetben? Föltétlenül, és én nem is törekedtem arra, hogy ez egy tematikus összeállítás legyen, egyáltalán nem. Sőt, én külön értékének érzem, a könyv értékének érzem azt, hogy hát nyilvánvalóan minden vers más és más is. Minden vers különböző, és különböző értékei vannak egy versnek. Ugyanígy a verselemzések is rendkívül színesek és sokoldalúak. Van, aki bővebben, majdnem ilyen irodalomtudományi alapossággal elemzett verset, van, aki rövidebb véleményt írt a versről. Tehát mindegyik valóban azt mondhatom, hogy épp úgy karakteres, mint a vers. Azért jó, hiszen fajsúlyos gondolatsorok jelennek meg. Hát én nagyon bízom abban, hogy ez nem csak számunkra jelent majd nagy értéket. Hát azt el kell mondanom, hogy néhányan már hozzájutottak ehhez a vershez, és, vagy ehhez a könyvhez, és el is olvasták, és rendkívül jó véleményeket hallottam. Én magam is köztük vagyok. Hát nagyon örülök. És akkor most nincs hátra, még fogunk beszélgetni, hogy én azt gondolom, találomra nyisd ki, Jolikám, és nézzünk egy verset, ami neked a szíved szerint a tiéd, jó? Az első. Az első vers a Vér? Nem, amelyiket ja, te jónak hát látod. Én egy fantasztikus versre bukkantam, egy csodálatos versre, ez El Simonnak, akiről tudjuk, hogy egy ideje kevésbé termékeny. El Simon egy gyönyörű verset írt, és Péntek Imre elemezte, ezt nagyon szívesen elolvasnám. Hallgatom, hallgatjuk. Vidd el magaddal, Agda Schöne, Musterben, Schiller. Vidd el magaddal a szívem, ha elmész, vidd, és ne nézd, mivé lesz nélküle a test, miként fakulnak a vérrel himzett minták, még nem láthatatlanná válnak az apró hibák, ahol egykor megakadt a tű, és elszakadt a cérna. Ne fordulj meg, úgysem tudsz ölelni lázas álmokat, foglalt a kéz és elillantak a vágyak. Ezer és ezer szorítás is kevés lenne, hogy újra csokorba közd, mit elengedtél a szívemet kérve. Vidd el magaddal a szívem, és ne nézz hátra, csak szorítsd, hogy sokáig érezd a dobogást, a felhőket felszakító lüktetést, és az út végén mosd le magadról a szennyet, ha újra szabad lesz kezed. Vidd magaddal a szavaimat, erekként hálózzák be a szívem, és mikor már lassul a lüktetés, tetováld bőröd belsejébe őket, hogy csak te lásd, te értsd, te érezd, mi az, mit kimondani képtelen voltam, amikor bordáim közül utat tört magának a hallgatás. És csak a csont csattanása, a hús sercegése, az erek pattanása beszélt. A szív nem magányos,
a test lett tárva nélküle, és minden, mi voltam, úgy oszlik szét, mint hirtelen szélben a virágillatú szenvedély. Vidd el magaddal a szívem, ha elmész, és ne akar cserébe otthagyni a tied, hagyd gyászolni a hegyeket, esőtáncot járni a fákat, lábukhoz simulni az emlékeinket, az ég már nem kék, a föld már nem a miénk, és nem tud ennyi fájdalmat kiszárítani a nap. Csak menj, ne nézz hátra, én már szív és test nélkül is létezem, míg állnak a szavakból rakott falak, a mozdulatokból épített templomok, míg megtartják az eget a versekből faragott oszlopok. Csak menj, mert már nélkülem is tudod, mivé válhattunk volna együtt. Vidd el magaddal a szívem, ha elmész, vidd, és ne nézd, mivé lesz nélküle a test, miként fakulnak a vérrel hímzett minták, míg nem láthatatlanná válnak az apró hibák, ahol egykor megakadt a tű, és elszakadt a cérna. Csak menj, menj, és ne nézz hátra. Nos igen, nehéz szavakat találni. Péntek Imre egyébként a elemzését így fejezte be, hadd idézzem, elsimon szép, többfokozatú, szerelmes verse példát ad arra, miként válik végzetes erővé a hallgatás, miként töri át a gátakat, és miként omlik le a kegyetlen önismeret tűzében az összefodódó vágyak véglegesnek és széttörhetetlennek hit alakulata. Nos, egyébként ilyenkor sajnálhatjuk, hogy el Simon Lászlót elrabolta tőlünk a politika, a kultúrpolitika, de én azt gondolom, hogy visszatér még ő. Bízom hát, benne. Más verse is van ebben a kis kötetben el Simonnak, és én évekkel ezelőtt megjósoltam, hogy vissza fog ő térni. Egyébként miként fogadták a felkérést a Vörösmarty Társaság tagjai? Ugye erről nem beszéltünk. Minden szorgalmazták, hiszen általában azért hagyjuk, bizonyos vagyok benne, és ez nem baj, a költő hiú. Hát persze, valamennyire hiúk vagyunk, de hát mi költők, igen, túlérzékenyek és hiúak vagyunk, ez valóban így van. De kivétel nélkül, pontosabban egy kivétel, aki nem vállalta ezt a verselemzést elfoglaltsága miatt, és én nagyon sajnáltam, mert Falusi Mártont, a Hitel versrovat vezetőjét is kértem, de ő éppen egy új könyvén dolgozik, és egyéb elfoglaltsága is van, hát tudjuk, hogy a Hitel versrovat vezetője, úgyhogy ő ugyan először megígérte, hogy elkészíti Szikra Jánosnak a versét, de végül nem tudta időben megtenni ezt, amit nem csak Falusi Márton miatt sajnálok, hanem a Szikra János miatt is. No, egy verset még kérek tőled, mégpedig azért, mert egyik oldalról illeszkedik az időponthoz is, a másik oldalról pedig méltatlanul elfeledjük mi a hölgyköltőket, és azt hiszem, hogy Székesfehérvár most jelen esetben büszkélkedhet egy olyan költővel, aki berobbant a köztudatba, az irodalmi köztudatba, és nem csak az ő saját szintjén, hanem azt gondolom, hogy nagyon is olyan szintet ért el rövid idő alatt, ami példaértékű. És itt van P. Maklári Éváról beszélek természetesen, Babits Mihálynak még húsvét előtt. Hiszen húsvét előtt járunk, és azt hiszem, hogy ez a vers is példa arra, hogy mi mindent tehet meg az ember, ha jön a szikra, és támogatják abban, hogy a verseit megírja. Hányadik oldalon van? Ez a 13. oldalon. Aha. Hát én nagyon örülök Éva versének, és annak, hogy Sebők Melinda ezt a verset választotta, mert hát majd nyilván a nézők, a hallgatók is érzékelni fogják, hogy egy egészen nagy költeményről van szó, amelyik, hogyha jól tudom, akkor meg fog jelenni közeljövőben, igen, a Hitelben is. És nemrégiben a Magyar Rádióban is, a Karc FM rádióban is elhangzott ez P. Maklári Éva előadásában. Babits Mihálynak húsvét előtt. Mester, te gyászruhás, fátyollelkű, álarcos, Proteuszként változó,
puskagolyók ropogása közt békért, könyörgő, rekett hangú énekes. Érzed ott lent, Isten kereső szobrod alatt, hogy rossz irányba tévedtek a sorsunk vezérlő csillagjegyek? Működésre kész újból a nagy malom, gépészei már részegre itták magukat, a hatalom mámorító ízével, és hogyha akad egy-két bátor, lávaként fröcskölő nyilak céltablájával menek merevül, és önnön fészkének varjú serege is elégedettel károgja körül. Meddig tart még e szeszélyes tél? Meddig óvhatjuk földünkbe gyökeret vert virágainkat, tavaszi vizet árasztó, szelet váró dalainkat, múltunk acélhiteit? Te létsz katonákkal kerítetted házad, hogy véd lelked csöndjét, de a nyereség és veszteség aránya megszabta hallgatásod mértékét. A cselekvést a gazdára bíztad, de meghagytad nekünk a szó erejét. Ez a végrendeleted ad bátorságot kérnünk a harang kondulását, magtárainkba búzát, poharainkba bort, hogy kiígyuk belőle a békét, mielőtt egy örök cethal szájában végképp mi is eltűnünk, és ez a nehezen közeledő tavasz rügyet fessen a fákra, szivárványt a szívünkbe, és szórja szét madarak vidám énekét. Nos, erre írt a Sebők Melinda. Nem véletlenül választott ezt a verset, igen, aki most jelen esetben, én azt mondom, hogy egyre magasabbra ívelő szakmai pályafutásának egyik csúcspontján jár egyéb iránt, de irodalomtörténészként azért visszatér Székesfehérvárra, hála Istennek, teszem hát hozzá. Igen. Nos, ő azt írja, hogy a Babicsot megidéző vers nem csupán a költészet esztétikai, etikai értékeinek és a magyar intellektuális líra hagyományának nagyszerű szintézise, hanem a szerző lírai termésének a tavaly megjelent Falakon kívül kötetnek is méltó folytatása. Ámen, tökéletes volt. No, akkor ugye arról beszéltünk az elején, Zolikám, hogy a költészet napjára hegyeztük ki a vers, a könyv bemutatót, de hát itt most mi már beszéltünk róla. Maradjunk annyiban, hogy az olvasók megismerhetik a költészet napján mindenképpen, tehát lesz egy könyv bemutató. Igen, a magyar kultúra, pontosabban az ünnepi könyvhétre. Az ünnepi könyvhét keretében. Viszont kérdezem, hogy nyilvánvaló, hogy siker lesz, ugye már előzetesen is siker most is, hogy kell-e 30 évet várni arra, hogy egy következő megjelenjék? Nem. Nem? Jó. Nem, mert én azt hiszem, hogy jó ügyet szolgálok én, vagy akárki csinál egy ilyet, hiszen mindig elmondjuk, hát egymás mellett ülünk a versünnep zsűrűjében, és mindig elmondjuk, hogy milyen fantasztikus értékekkel lehet gyarapodni fiataloknak, kevésbé fiataloknak a versolvasása által. Ehhez viszont kellenek a jó lelkű, jó szándékú támogatók. Tegyünk kivételt, és mondjuk el őket annál is inkább, hiszen megérdemlik egyik oldalról, hiszen ez egy olyan önzetlen támogatás, amely nélkül, és ezt bátran mondhatjuk, székesfehérvári költészet nem létezhetne. Mert hogy sokszínű a támogatók sora, és fontos, hogy ők továbbra is a Vörösmarty Társaság és az alkotói közösség mellett állnak. Igen, és tudod, talán mondtam bevezetőben, hogy én nekem rendkívül nagy örömet jelentett ennek a könyvnek egyrészt az anyag összeállítása, másrészt pedig hát egészen addig, amíg a nyomdából el nem tudtam hozni a könyvet. És nagy örömet jelentett nekem az, hogy a szerzők milyen lelkesedéssel és barátsággal álltak hozzá, és teljesítették azonnal a kérésemet. És ugyanezt mondhatom, ami különösen nagyon fontos volt nekem, hogy akiket megkerestem, hogy támogassák ennek a könyvnek a megjelentetését, kivétel nélkül mindenki nagy örömmel és boldogan, azt hiszem, hogy átérezve, hogy milyen jelentősége lehet ennek. És hát nagyon-nagyon hálásan köszönöm Spányi Antal megyéspüspök úrnak az Egyházmegyei Hivatal támogatását, hogy Fejér megye önkormányzata
Székesfehérvár megyei jogú városi önkormányzat, a Szabadművelődés háza, Fehérvár Travel utazási iroda, dr. Lukács József magánemberként támogatta a kiadványt, vagy a Szent István Művelődési Ház és Hitoktatási Központ, a Szép Hőzéért és a Videóton Dolgozókért Alapítvány. Hát még most is nagyon nagy hálával gondolok rájuk, mert csak így lehetett. Még azt hadd mondjam el, hogy azon kívül, hogy ebben a könyvben benne vannak ezek a versek és verselemzések, a vár elkövetkezendő valamennyi számában egy verselemzést közölni fogunk, ami megint nem újdonság, mert amikor a várat elindítottuk, útjára indítottuk, akkor minden számban szerepelt verselemzés is. Nos, köszönöm az olvasók nevében, és érdeklődéssel várja minden bizonnyal a versszerető székesfehérvári közösség, hogy kézbe foghassa ezt a könyvet, kedves nézőink. És köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!